Dél-Baranya is bemutatkozott a budapesti utazás kiállításon márciusban. Siklós 45 évvel ezelőtt kapott városi rangot. Ezt ünneplik a tavasznyitó fesztiváljukon, ahol többek között fellép a Kozmix együttes. Egy elég nagyszabású koncerttel érkezünk, tehát ez egy rendes koncertes felállás lesz, tehát rendes dobos. Hívnám az Endit is, aki éppen nem ér rá. Akkor tehát itt rendes dob lesz, gitár, vokalisták plusz session zenészekkel kiegészítve egy elég nagy látványos pirotechnikával, LED-fallal, animációval, tehát tényleg egy, ami tőlünk telhető, próbálunk egy ilyen maximális műsorral odakészülni, mi is nagyon várunk, hosszú hetekig fogunk rá fölkészülni, és egyébként a környékben is, azt hogy mondjam, hogy Pécs és környéke, hogy az utóbbi években kimaradt, és az utóbbi egy-két ilyen egy-másfél évben azért a nehézségek ellenére azért voltunk, és látjuk, hogy eléggé ki volt éhezve a közönség, és bízunk benne, hogy most ez egy elég kellőképp közönség találkozó lesz, és egy fantasztikus bulit próbálunk kerekíteni az egészből. A Hooligans is fellép a fesztiválon. Mi március 31-én megnyitjuk ezt a siklósi 45 nagy bulit, nagy fesztivált, úgyhogy mi leszünk az első banda. Hát természetesen nagyon várjuk, mint minden koncertet egyébként, de hát, mint az előbb is elmondtam, nekem Siklóshoz van egy olyan kötődésségem, hogy én 3 hónapot éltem ott, és az igaz, hogy nem jó szántam volt, de akkor a sorkatonai szolgálatot elkezdtem, akkor 3 hónapig ott volt nekünk a kiképzés, úgyhogy most egy kicsit ez más feeling lesz, remélem, mert akkor ilyen gázárazba kellett rohangálni, meg nagy nehéz csizmákba mászkálni, meg olyan furcsa ruhákba, amiket nem vennék fel máskor, de ettől függetlenül természetesen már voltunk azóta Siklóson sokszor fellépni, és imádjuk ezt a helyet is, mint bármit Magyarországon. Úgyhogy arra készültek az emberek, hogy nálunk azért majdnem 2 órás a koncert egy Hooligans bulin, aki már járt és sokszor járt, az megszokhatta, hogy ez van, most is így lesz. Január elejé óta van egy új basszusgitárosunk, volt nálunk egy tagcsere, akivel talán most mondhatom azt, hogy még erősebbek lettünk, nem mintha a régi tagunkat, a Zsoltikát leszeretném ebbe húzni, de most új út erővel még jobban és még egy másfajta műsorral is tudunk meglepetéseket okozni, remélem. Úgyhogy az a lényeg, hogy mindenki jöjjön és hatalmas bulival lesz részünk, és már nagyon várjuk természetesen, és most már tényleg mindent eltörölnek, és nem kell hozzá papír, kártya, úgyhogy nincs ilyen értelme senki megszorítva, hogy nem tud bejutni a kedvenc zenekarának bulijára, úgyhogy sok szeretettel várunk benneteket, gyertek! Siklós 45. születésnapjára egy minden korosztályt elérő programsorozatot rakott össze az önkormányzat. Nagyon vegyes lesz abból a szempontból, hogy nyilván ennek lesz egy protokoláris, illetve városhoz kapcsolódó, a város lelkületéhez, illetve a képviselőtestülethez, a város lakosságához kötődő része, mert hogy a képviselőtestület úgy döntött, hogy egyébként a városi kitüntető díjakat is erre a dátumra tervezi átadni, tehát ezzel fog indulni a csütörtökön délelőtt már a programsorozatunk. Ez a Siklósi Várban lesz természetesen, a Siklósi Várnak a lovak termében, és egy nagyon nívós és minőségi rendezvény keretében kívánjuk átadni ezeket a kitüntető díjakat, amit most már itt a veszélyhelyzet előttünk álló 2 éve úgy alakított az életünket, hogy nem tudtunk megtenni, de 2022-ben ezt mindenféleképpen meg szerettük volna tenni, és csütörtök délutántól indulnak azok a programok, amelyek szintén nagyon vegyesek lesznek. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja benne azt az érdeklődési kört, ami hozzá közel áll, vagy amihez ő vonzódik. Természetesen a programsorozat úgy van összerakva, hogy a helyi szereplőink, a helyi kulturális egyesületeink, civil szervezeteink is felületet kapnak, is részt tudnak venni, tehát aktív részesei lesznek ennek a programsorozatnak. Természetesen az esti programok azok a sztár fellépőkről fognak szólni, és hála a jó Istennek sikerült egy olyan fellépő csomagot, egy olyan fellépési sort, olyan sztár vendégeket összegyűjteni, ami az elsődleges visszajelzések alapján nagyobb tömegeket fog megmozdítani, és bízunk benne, hogy nem csak Baranyából fognak hozzánk érkezni, hanem a régióból, illetve a határainkon túlról, hiszen Siklós köztudottan, illetve Dél-Baranya köztudottan a horvát határ mentiségével, a horvát ajkúságával, nagyon szoros kapcsolatot ápolva itt az Eszék-Baranyai résszel, illetve hát testvértelepülésünk is van természetesen Horvátországban.
a Gazda együttes lesz az, aki gyakorlatilag meg tudja szólítani, és azt gondolom, hogy jó mulatságra hívja majd a horvát barátainkat is. Nagyon bízunk benne, hogy ezáltal is nemzetközivé tudjuk tenni ezt a programot, és természetesen a sztár fellépők, a Hooligans, a Bagossi, illetve a Cosmix, a Neoton lesznek azok a húzó nevek, akik az esti fénypontját adják majd a könnyű zenei létnek és az önfeledt szórakozásnak. Természetesen a három napot úgy raktuk össze, hogy a kiszolgáló egységek, a kiszolgáló részek is tudják kezelni mind a három napot, és azt a tervezett létszámot, azt a tervezett tömeget kellőképpen ki tudjuk szolgálni, aki reményeink szerint ide érkezik. Gasztró és borudvarral készülünk a színpad közelében, és természetesen kitelepülők vonatkozásában is a kézművesek és minden egyéb vásározók is helyet fognak kapni ebben a három napban. És talán ami még fontos információ, hogy mindenféleképpen szerettük volna kimozdítani ezt a rendezvényt a vár falai mögül, egy kicsit közelebb hozni a városlakókhoz és a városhoz, illetve az ideérkezőknek is bemutatni azt, hogy Siklós egy olyan történeti értékekkel bíró, csodálatos belvárost magáinak tudó település, amit érdemes megmutatni. Éppen ezért a helyszínünk az a belváros lesz. Siklós főutcáját fogjuk gyakorlatilag a rendezvény időszakára lezárni. A színpad is itt lesz fölépítve, és mint említettem, a gasztró, a bor, illetve a kézműves és eladó sor is a belvárosban fog helyet kapni. Ettől is azt reméljük, hogy a helyszínváltás is egy kicsit talán hozzájárul ahhoz, hogy méltó körülmények között tudjuk ezt a háromnapos ünnepet megtartani, és Siklós 45. születésnapját megünnepelni. Mindenkit sok szeretettel várunk, és reméljük, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Most már azért egy kicsit az előírások is puhulnak, és úgy látjuk, hogy gyakorlatilag ezt a három napot nem ronthatja semmi, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit Siklós 45. születésnapján. A programok ingyen látogathatók. A rendezvény fővédnöke Nagy Csaba országgyűlési képviselő, védnöke pedig Rigl Gábor, Siklós polgármestere.